Sziasztok! Szeretettel üdvözlök mindenkit, ez itt a Let's Level Up, én Robin vagyok, és ma megnézzük a 10290-es LEGO szettet, hogy milyen élmény volt összerakni, mit is tud ez a szett, és mennyire jól néz ki, ha ki van állítva. A szettről érdemes tudni az az, hogy szezonális kiegészítőkkel érkezik, tehát van benne nagyon sokféle apró dísz külön az autótól eltérően, ami bizonyos szezonra vonatkozik, tél, nyár, ősz és tavasz található meg benne, van benne egy koszorunk, van benne egy tavaszi és egy őszi szüretkosár, illetve van benne egy nyári kis talicska, ami virágokkal van beborítva. 1677 darabból áll, és az autóban működő elsőtengelyi kormányzás van. Nyilvánvalóan nem éppen kényelmes azzal navigálni az autót, viszont nagyon jó kis játékelem lehet benne, ha esetleg hagyjuk a gyermeknek, hogy játszon vele. Aztán az árkategóriája és a nehézségi szinte az építésnek nem éppen gyerek kezébe való. Ettől függetlenül a maga 35 centi szélességével és 14 centi magasságával egy baromi jó dísz bármelyik nappaliba, vagy akár konyhába. Nézzük meg, hogy milyen volt az összeépítés.
Na kész is volnánk a megépítésével. Mindenek előtt, mielőtt kielemeznénk, hogy ez a csoda, ez pontosan hogy is épül össze. Nézzük meg, ugye a legtöbb ilyen nagyobb setnél van az összerakási útmatóban egy-két szó a design teamtől, vagy akár egy-két érdekesség az adott modellről, amit elkészítettek. Itt igazából ugye ezt az ikonikus pick-up autót akarták rekreálni a Legónál, és kimondott nagy kihívást jelentett számukra az, hogy ezek a gömbölydett formák, amik itt láthatóak, ezeket ténylegesen létre tudják hozni úgy, hogy ugye egy autó formát mégiscsak megtartson. Illetve a hátulján az autónak megtartották az összes olyan elemet, ami egy ilyen autentikus pick-upnak a része. Tehát kivehető a két darab kerítés itt az oldalán például, lenyitható a hátulja, és ugye megvan az oldalsó fellépője is, ami a nyíló ajtók mellett elég nagy kihívást okozott a LEGO tervezőknek, de sikeresen megoldották. Tehát, mint említettem, ugye az autó több kiegészítővel érkezik, nyári, téli, és a másik oldalon láthatjuk az őszi és tavaszi szetteket hozzá. Ezek abszolút ilyen apró kis kiegészítők, amiket akár kényelmesen be is tudunk rakni ide a hátuljába, és akkor el tudjuk szállítani a teherautónk segítségével. De ugye nem ez a legérdekesebb része, az építés közben teljes mértékben lenyűgöző volt az, ahogyan összeállnak a kerék körüli sárvédő részek, az autó belseje, ugye a nyitható ajtókkal, a lámpa megoldása, és belül maga az ülés egyszerűen lenyűgözően néz ki. Ráadásul úgy csinálták meg, hogy egy minifigurát még az anyós ülésre be is tudunk ültetni. Feltételezem, mivel van egy relatív egyszerű mechanikája, ahogy mondtam, hogy a kormánnyal az első két kereket lehet forgatni, az vezetőülésben nem fér be minifigura, de ettől függetlenül ez tök jó és ötletes. Ráadásul nekem nagyon tetszik ez a bőrhatás, amit sikerült elérniük ennél az ülésnél. Tudjátok, már a motornál is nagyon tetszett a megoldása. És egy nagyon-nagyon jó része a járműnek az nem más, mint a motorháztető, ami felhajtható, kitámasztható, és alatta láthatjuk teljes pompájában a motort. Nincs összekötve semmivel, nincsenek benne mozgó alkatrészek, nem olyan, mint a Technicnél, a nagyobb autóknál, ahol akár az egész motor hajtja a tengelyt, a kereket és minden egyebet, de baromi részletesen és szépen kidolgozott elemek vannak benne, úgyhogy abszolút le a kalappal a LEGO csapat előtt. A rendszámtábla és a lökhárító elől-hátul pontosan ilyen nagyon szépen kidolgozott, mégis minimalista megoldással lett elkészítve, és hogyha tovább haladunk, akkor az oldalán is találhatunk még egy-két matricát, értelemszerűen ez az autentikusság miatt szükséges, ilyen szép, egyértelműen látható Green Farm elnevezést kapott, és az utolsó matricánk, amivel találkozunk az építés során, az a legvégén a LEGO logó, csak hogy a LEGO is rátehesse a bélyegét erre a kis gyöngyszemre. Úgyhogy ő lenne a 10290-es pickup truck a LEGO-tól, részletes, az 1677 darabjával, nem egy hosszú idejű build, de nagyon kellemes és jó kis időtöltés. Nagyon sok mozdítható elem van rajta, nagyon sok kinyitható elem van rajta, részletesen van megcsinálva minden egyes pontja, és nagyobbkorú gyereknek akár hagyhatjuk is, hogy játszom vele, mert nincsenek rajta olyan részek, amik érintésre szétesnek. Sajnos van néhány szett, amihez amikor egy-egy ponton hozzáérünk, akkor leesik róla, mint például a motornak a belső szűrői, azok, hogyha rosszul nyúlunk a motorhoz, akkor ez egy az egyben leesik róla. Nyilván ez azért van, mert az Technicre épített sima LEGO elem, és ebben ugye semmilyen technikelem nincs leszámítva a kormány alatt épített futóműirányítást. Ettől függetlenül viszont nem esik szét, és ez egy baromi jó pont, főleg az ilyen szetteknél. Használjátok játékra, vagy dísznek, mindkettőnek tökéletes. Én ennyi lettem volna mára, köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót, legközelebb találkozunk. Sziasztok!